Férőhely kiváltás. 84 fogyatékkal élő ellátott hagyja el a bentlakásos rendszert, és költözik támogatott családi házba a jövőben. Innovációs fórum. Országos konzultációs sorozat indult a hazai vállalkozások és tudásközpontok bevonásával. €775 millió pályázati forrás nyert férőhely kiváltásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kikelet Egyesített Szociális Intézmény. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A pályázat keretében 7 darab 12 fős családi házat alakítanak ki Tarpán és Gacsájon, ahová összesen 84 fogyatékkal élő ellátott költözik a jövőben. Abban az épületben, ahol jelenleg bentlakásos rendszerben élnek a gondozottak, nappali szolgáltatás és ellátás működik majd. Hamarosan elkészülnek azok a házak, amelyekbe a Kikelet Egyesített Szociális Intézmény 84 lakója költözhet a jövőben. Az ellátottak 12 fős lakásokban élnek majd a jelenlegi bentlakásos módszer helyett. 5 épület Tarpán, 2 pedig Gacsájon áll majd rendelkezésükre. Az intézmény a projektre összesen 775 millió forint pályázati forrás nyert, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatója Tarpán. Ebből finanszírozzák az építkezést, az eszközbeszerzést, illetve a lakók és a dolgozók felkészítését. A lakók felkészítését tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan életkörülmények, vagy olyan élethelyzeteket kis csoportos foglalkozások keretében modellezünk le, ami a mindennapi, úgymond a többségi társadalomnak teljesen normális mindennapokat modellezi le. Gondolhatok egy egyszerű mosógép bekapcsolására, ami eddig mondjuk nem volt a mindennapjai része, vagy hogy hogyan kell egy szeret kenyeret levágni és megkenni, mert igazából eddig a bentlakásos intézmények egy kicsit túlszocializálták az emberek mindennapjait, az ellátottak mindennapjait, tehát a legalapvetőbb háztartási ismereteket is megtanulják ezekbe a kis csoportos foglalkozásokba. A dolgozók felkészítése is fontos, mivel ez számukra is teljesen új feladat, új ellátási típus lesz. A hazai kitagolási folyamat több külföldi példából építkezik. A megyében nem csak Gacsáj és Tarpa településen valósul meg a projekt. A Fülpös-Daróczi Pszichiátriai Intézményből 60 fő tud kiköltözni majd idén. Őket Nagyecsed, Géberjén és Fülpös-Daróc települések fogadják be. 3 évvel ezelőtt már megvalósult egy teljes férőhely kiváltás. A Mérki intézményből 102 fogyatékkal élő ellátottnak tudtak lakhatást biztosítani. A tapasztalatok pozitívak, az ellátottak a kiköltözés után sokkal aktívabbak és ügyesebbek lettek, tette hozzá Németh Péter Gábor. Az ellátottak kitagolása egy kormányzati cél, amelyet a tervek szerint 2040-ig országos szinten befejeznek. Találkoztunk a mindennapi munkánk során fogyatékkal élő emberekkel, megismertük azt, hogy mi a jelnyelvi tolmácsolás, jobban odafigyeltünk a mozgássérültekre, hiszen hogyha végignézzük, akkor az akadálymentesítés az egy nagyon fontos kívánalom minden egyes pályázatnak, ami nem csak a mozgássérült fogyatékkal élőknek, hanem mivel a bréli írást használják, ezért a vakok számára is akadálymentesítés lehetséges. De még mindig intézményekben voltak, és a kormányzat azt ismerte föl, hogy a kevésbé súlyos fogyatékkal élők számára meg kell próbálni azt, hogy hogyan tudnak a társadalomba beilleszkedni. Mi a hozzávezető út? A fogyatékkal élők így részben önállóan, de felügyelet mellett élhetnek majd a házakban, a bentlakásos rendszernek használt épületekben pedig nappali szolgáltatás és ellátás működik majd a jövőben. Fejlesztésközpontú pozitív üzenetű költségvetést fogadott el Nyíregyháza város önkormányzata, amelynek összege a tavalyi évhez hasonlóan rekord közeli, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A mintegy 73,2 milliárd forint összegű költségvetésben egy fejlesztési alapot is létrehoztak, erre egy közel 800 millió forint körüli összeget már elkülönítettek. A költségvetésből jut sportra, kultúrára, szociális területekre és intézményfejlesztésre is, melynek keretében óvodákat és bölcsödéket is felújítanak. Talán
a tavalyi évvel kezdeném, hiszen a tavalyi évben 6 óvoda és 4 bölcsőde felújítását sikerült az önkormányzatnak elkezdeni megoldani, és ebben az évben tovább folytatjuk ezt az óvoda és bölcsődei felújítást 8 óvoda és 1 bölcsődének a felújításával, amivel tulajdonképpen el fogjuk érni azt, hogy a kisgyermekkor, illetve az óvodáskorú gyermekeknek az elhelyezése a körülményeinek a 21. századra való felkészítése tulajdonképpen teljesen megvalósul. Modern körülményeket fogunk tudni prezentálni a kedves szülőknek, akik remélhetőleg nagy megelégedettséggel fogják ezt majd elfogadni. Méltatlannak tartja a nyíregyházi ellenzék, hogy a múlt heti városi közgyűlésen nem tárgyalt velük a városvezetés. 3 javaslatot szerettek volna benyújtani a munkatörvénykönyvének módosításával kapcsolatban, azonban kérdéseiket még csak napirendre sem tűzték, tette hozzá Jeszenszky András, az MSZP nyíregyházi elnöke. A 400 órás túlóra kérdéskörét szerettük volna a közgyűlés elé terjeszteni összellenzéki javaslatként itt Nyíregyházán, hiszen Nyíregyháza megyei jogúváros egy nagyon jelentős foglalkoztató is, nem csak ugye, városvezetés a fő feladata, és azt szerettük volna elérni, hogy határozatban mondja ki a nyíregyházi önkormányzat is, hasonlóan egyébként nagyon sok önkormányzathoz, hogy az önkormányzati cégek esetében nem fogja alkalmazni a 400 órás túlóra lehetőségét. Erre azonban sajnos nem kerülhetett sor, mert a Fideszes városvezetés és a Fidesz frakció kicsinyes módon odáig sem engedte eljutni ezt a napirendi pontot, hogy a közgyűlés tárgyalhassa, hiszen egy módosító indítvánnyal lekerült a közgyűlés napirendjéről. Hazánk az Európai Unió összesített listáján a mérsékelt innovátormezőnyben szerepel. A cél az, hogy Magyarország 2030-ra a jelentős innovátorok közé emelkedjen. Ezért is indult Országos Innovációs Fórum, amely 25 helyszínen segíti szakmai tájékoztatással a helyi cégek, szakképzési centrumok és egyetemek munkáját. A programsorozat 7. állomása Nyíregyháza volt. A kutatásfejlesztés és innováció, a digitalizáció, az ipar 4.0 technológiák meghatározó szerepet töltenek be napjaink fejlődési versenyében. Magyarország jelenleg egy uniós összesítés alapján mérsékelt innovátornak számít, ezen a területen mindenképpen javítani kellene. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Országos Innovációs Fórum sorozatot szervezett. Ennek egyik célja a szakmai tudás átadás, de fontos az igényteremtés és felmérés is. Utolsó prioritásunk az pedig az innovációs kereslet, tehát elsősorban azokat innovatív cégek, legyenek azok kis, közép vagy akár nagyvállalatok, amelyek saját fejlesztéssel, kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, szabadalmuk van, na és itt a meghatározó szerepet vállalnak a megyében, na ő rájuk meg különös tekintettel fordítunk, hiszen az innováció az alapvetően a versenyképességről szól, és a legfontosabb az, hogy a vállalatok műveljék ezt a legmagasabb fokon. A fórumon lehetőségük van a vállalkozásoknak megismerni a már meglévő és a tervezett támogatási lehetőségeket is. A kezdeti konstrukciónál egy viszonylag kisebb, ilyen 10-20 millió forintos támogatásról beszélünk. A jelentősebb innovációt hordozó konstrukcióknál ott már akár 700 millió forintos támogatásra is lehetőség van. Itt ugyanakkor felhívnám arra a figyelmet, hogy nem a támogatási összeg a fontos, hanem sokkal inkább az, hogy a vállalkozások olyan projektjavaslatokat adjanak be, amik tényleg a saját fenntartható működésüket teszik lehetővé. Tehát hasznos lenne, hogyha vállalkozások úgy tekintenének ezekre a pályázatokra, mint olyan lehetőségekre, amik megalapozzák a jövőbeni innovatív tevékenységüket, és nem csak egy egyszerű tőkeinjekcióként tekintenének erre a forrásra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a 7. legtöbb vállalkozás az országban. Kutatásfejlesztés és innovációs céllal 2015 és 2018 között 103 projekt keretében 5,6 milliárd forint támogatást kaptak ezek a szervezetek. A források 96%-a a vállalkozások támogatását célozta, ezek teljes egésze a mikro, kis és középvállalkozásokhoz került. Ez is azt bizonyítja, hogy a megyei vállalkozások nyitottak az innovációs fejlesztésekre. Mindenképpen szükség van arra, hogy változzunk és alkalmazkodjunk a változáshoz, hisz a világ változik. Világos ma már az nem lett kérdés egy vállalkozásnál, hogy például mit jelent a digitalizáció. A digitalizáció nélkül
nem lehetünk versenyképesek. Ezzel tudunk költséget más megtakarítani. És az is nagyon lényeges, itt kutatásfejlesztés vonatkozásában, hogy a vállalkozások is vegyék ki bennünk a részüket. Ennek a fórumon, itt néztem a programját, én is most látom a programját, az mindenképpen jó, hogy itt egyrészt van egy szakmai tanácsadás, hisz kell a vállalkozások része egy tanácsadás, másrészt pedig arról is szó van, hogy hogyan tudunk forrásokhoz jutni. A megyében számos olyan oktatási intézmény van, amely már eddig is aktívan kivette a részét az innovációs kutatásfejlesztésből. A konferencián ezen intézmények képviselői is hasznos információval gazdagodhattak. Az identitás megőrzése a Kárpát-medencében mottóval szervezett éves közgyűlést a Hieroteos Egyesület Mária Pócson. A szervezet közel 10 éve aktív, jelenleg mintegy 100 taggal működik, és további 100 partnere is van. Céljuk a görög-katolikus közösség erősítése. Éves közgyűlést szervezett a Hieroteos Egyesület Mária Pócson. A szervezet alapvető célja a görög-katolikus közösség megerősítése és megtartása, valamint rendezvények támogatása és szervezése. A tagok 9 éve végzik munkájukat, nem csak egyházi kereteken belül, az ifjúság, a civil szféra, a kulturális örökség megóvás és az önkéntesség mind fontos helyet kap a Hieroteos életében. A görög-katolikus egyesület tartalmas évet zárt 2018-ban. 2 dolgot emelnék ki, az egyik a külhoni civil információs centrumoknak a munkája, hiszen azt gondolom, hogy az életet továbbadni, egy tevékenységet továbbvinni és kiterjeszteni, az mindig egy pozitív dolog, és ebben a Hieroteos Egyesület élen járt, hiszen most már 10 irodát működtetünk határon túl, ez az egyik. A másik a Szent László program, a Szent László örökségút. Most már 49 települést kapcsoltunk be ebbe az útvonalba, és Szent László, aki a megye alapításához, a megyéhez, Szabolcshoz, a szabolcsi zsinattal nagyon sokkal kapcsolódik. Azt gondolom, hogy az ő emlékének az ápolása egyszerre Szabolcs megyei egyesületként feladatunk, és egyszerre keresztény civil szervezetként feladatunk, tehát én ezt a 2 dolgot emelném ki. A rendezvényen 10 külhoni civil információs centrum vezetője kapott 2019-es megbízólevelet. Ezek feladatai az adott térség magyar civil szervezeteinek összefogása, rendezvények és programok szervezése, az anyaországi és a külhoni civil szervezetek közötti együttműködés erősítése. A kereszténység fontos az identitás megőrzésében, közölte az egyesület elnöke, az éves közgyűlés is ezt a mottót kapta. Sokat hallunk most sajnos ugye az elmúlt években a keresztény üldözésről, Szíriában és környékén. Én azt gondolom, hasonló pusztító veszély van Európában és itt Kárpát-medencében is. Hála Istennek itt nem föltétlenül fegyverekkel és települések felszámolásával, hanem az identitást adandó vagy adni akaró értékek hiánya miatt. Tehát volt alkalmam néhány hónapja Nyugat-Európában körbejárni, és nagyon szomorú látni, hogy nem csak az, hogy a templomokban ruhabolt van, vagy pénzváltó, hanem mindent szabad, pedig nem mindent érdemes. A Hieroteos Egyesületnek mintegy 100 tagja, és további mintegy 100 partnere van, többek között önkormányzatok és más szervezetek. Éremért, reményeik szerint a legfényesebbért utaznak a HEP Kupa 4-es döntőjére a nyíregyházi kosarasok. A kék cápák 2 éve bronz, tavaly pedig ezüstérmet szereztek az amatőr csapatok számára kiírt sorozatban. Siska János együttese a pénteki elődöntőben a budapesti Honvéd ellen lép pályára. Zsinórban 3-szor jutott be a 2. számú hazai kupasorozat döntőjébe a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Szánsenyicse, a Deac, a Miskolc és a Cegléd legyőzésével biztosították helyüket a 4-es döntőben. A HEP Kupa fináléját a Magyar Kupa 8-as döntőjével párhuzamosan pénteken és szombaton rendezik meg Győrben. Nagyon örülünk, hogy bekerültünk ismét a kupa döntőbe, ugye már a 3. éve. Azt mondom, hogy rutinosként indulunk el Győrbe csütörtökön, pénteken játszunk ami a 1. mérkőzést a Honvéd ellen. Őket a bajnokságon már 2-szer meg tudtuk verni. Én nagyon reménykedem benne és bízom benne, hogy pénteken is tudunk nyerni és bejutunk a döntőbe. Mivel a Magyar Kupa meccsek miatt a HEP Kupa mérkőzéseit délelőtt, illetve kora délután játsszák, a nyíregyháziak picit változtattak a felkészülés megszokott menetén. Ez a dél körüli mérkőzés kezdés azért nincs a játékosoknak a bioritmusában
kódolva, és éppen ezért ehhez hozzá kell szokni egy picit. A héten megpróbálunk úgy edzeni, hogy ezeknek a mérkőzéseknek az időpontjában legyenek az edzések, kicsit hosszabbak, mint amilyeneket egyébként szoktunk tartani, de mindenképpen szükséges az, hogy felkészüljünk, illetve azért, hogyha valaki követi a csapatunknak a mérkőzéseit, akkor látja, hogy több küzdelem sorozatban is ott vannak inkább a fiataljaink, és az EJBL küzdelmeket is megvívtuk, várnak ránk egyetemi mérkőzések, tehát azt hiszem, hogy eléggé leterhelt és sűrű a program, de én játékosként mindig mérkőzéseket szerettem játszani, úgyhogy szerintem ezzel a mi srácaink is ugyanígy vannak. Busz Iván szerint a Honvéd elleni két győztes bajnoki meccsből nem szabad messze menő következtetést levonni, a fővárosiak ellen a maximumot kell nyújtani a csapatnak. Csak is az első meccsre koncentráltunk, de nekem nem szabad azon gondolkozni, hogy majd így döntött játszunk, meg úgy döntött játszunk. A Honvéd egy nagyon kellemetlen ellenfél, hiába vertük meg őket kétszer idén, az nem szabad, hogy elaltasson minket. És ugye azért ilyen nagy nyugat-európai, ilyen kosárnemzetek kupáján is meg előfordul az, hogy az esélyesebb csapat vereséget szem az esélytelenebbtől, úgyhogy úgy kell oda mennünk, hogy 50-50, és megpróbálni megnyerni az elődöntőt. A HEP kupa első elődöntőjében péntek délelőtt a Veszprém a Baja ellen lép pályára, majd 13 órától következik a budapesti Honvéd Nyíregyháza Blue Sharks találkozó. A két vesztes szombaton 9:30-tól a bronz, a két győztes 12 órától az aranyérem sorsáról dönt majd a győri Audi Arénában. 13. alkalommal rendezett díjátadó gálát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A rendezvényen az elmúlt esztendőben legeredményesebben szereplő sportolók és edzőik, valamint a felkészítő tanáraik teljesítményét ismerték el. Eredményes és eseményekben gazdag 2018-as évre tekinthetett vissza a hagyományos sportgálán a Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A speciális képzésnyújtó intézmények tanulói 13 sportágban indultak el a diákolimpiai versenyeken, és több mint tucatnyi érmet szereztek az országos döntőkben. A Continental Arénában megrendezett díjátadó ünnepségen az országos szövetség elnöke is méltatta a megyebeli fogyatékos sportolók teljesítményét. Jó a közösség, jó az egész dolognak, az egész gálának a sportolók, a sportvezetők, az edzők, a vezetőknek a közös energiája. Mindig azt érzem, hogy itt valódi közösség van, valódi sportközösség van, és a fogyatékosok sportját azt olyan megtisztelés és megtiszteltetés veszi körül, ami példaadó az egész országban. Úgyhogy örömmel jövök mindig Nyíregyházára, és örömmel veszek részt a megyei gálán, mindig nagy öröm meg a legjobbak közül a legjobbakat díjazni, és ez idén sem volt másképp, úgyhogy ha megtisztelnek a szervezők azzal, hogy jövőre meghívnak, akkor jövőre is itt leszek. A versenysportban elért eredmények alapján a világbajnok fekvenyomó Tóth István, az ülőröplabdázó Mányik Attila, a vakfociban és csörgőlabdában jeleskedő Tátrai Róbert és a sakkozó Szilágyi Éva mellett a kerekesszékes vívó Tarjányi István részesült elismerésben. A tavalyi Európa-bajnokságon sérülés szenvedő sportoló a héten már Dubajban szerepel egy világkupa versenyen. Készülünk a versenyekre 100%-os erőbedobással, ugyanis már beszámít ez bőven a paralimpiai pontszámításba, tehát minél jobb eredmény elérése a cél számomra. 6-7 világkupa lesz és egy világbajnokság is lesz idén. A gálán a versenyzők mellett edzőik és a felkészítő testnevelők vettek át elismeréseket, valamint díjazták azokat az intézményeket, amelyek a fogyatékkal élő fiatalok szellemi és fizikai előremenetelében vállalnak szerepet. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 7 családi házat építenek Tarpán és Gacsájon a jelenleg bentlakásos rendszerben élő fogyatékkal élők számára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kikelet Egyesített Szociális Intézmény összesen 775 millió forintnyi pályázati forrás nyert a projektre. Abban az épületben, ahol jelenleg bentlakásos rendszerben élnek a gondozottak, nappali szolgáltatás és ellátás működik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a 7. legtöbb vállalkozás az országban, kutatásfejlesztési és innovációs céllal 2015 és 2018 között 103 projekt keretében 5,6 milliárd forint támogatást kaptak ezek a szervezetek. A források 96%-a a vállalkozások támogatását célozta, hangzott el azon az innovációs fórumon, amelyet egy országos sorozat keretében 7. állomásként Nyíregyházán rendeztek.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 12-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerda reggelig felhő átvonulások várhatók, majd késő estétől csökken a felhőzet. Helyenként futózápor, hózápor egyaránt előfordulhat, az északi szél megerősödik, majd estétől mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 2 fok között alakul. Szerda estig változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű, a nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 fok körül alakul. A hét további részében nem valószínű érdemi csapadék, a ködfoltok és réteg felhőzet feloszlását változóan felhős idő követi, hosszabb, rövidebb napsütéssel. A nappali felmelegedés erősödik, a hétvégén a csúcsérték mások helyütt meghaladja a 10 fokot, délnyugaton, nyugaton helyenként a 12-14 fokot is elérheti.